Még hozzáfűznék én egy-két mondatot, szintén nemzetközi jogi szempontból. Egy másik alapelv, ugye ezek az alapelvek az úgynevezett jus cogens alapelvek, tehát feltétlen alkalmazást igénylő alapelvek között megtalálható a benemavatkozás alapelve. Ez az úgynevezett amerikai Monroe elv, Amerika az amerikaiaké. Tehát, hogy az állam igényt tart minden területén történő cselekmény szabályozására, jelenség szabályozására, és így tovább. Most a kisebbségi viszonyban Magyarország egy-egy észrevétele, vagy más anyaország egy-egy észrevétele még nem meríti ki, vagyis még nem sérti meg ezt a tilalmat, és amennyiben időnként hangot ad annak mondjuk Magyarország, hogy annak az igényének, hogy vegyék figyelembe az itteni kisebbség bizonyos kezdeményezéseit, ezzel még nem befolyásolja az itteni kormány, állam működését, úgy, ahogy Románia sem befolyásolja például Szerbia, szerb állam működését, akkor, mikor azt mondja, hogy a Timok-völgyi románok esetében jó volna, hogyha egy újabb templomot építenének, meg egy újabb iskolát nyitanának meg. Tehát a nemzetközi jog tiltja a beavatkozást, viszont ezek az észrevételek még nem sértik ezt az alapelvet.